Istenünk, olyan nehezünkre esik mindig térdet és fejet hajtani. Segíts minket, hogy legalább előtted, őszintén, örömmel, természetes módon meg tudjunk hajolni. Hiszen Te vagy ennek a világ mindenségnek az Ura, a mi életünknek is Ura. És segíts minket, hogy ebben az alázatban taníthatókká, tanulékonyakká váljunk. Taníts minket az élet útjára. Amen. Ma is a 7. parancsolatot olvasom a Mózes 2. könyve 20. részének 14. verséből. Ne paráználkodjál! Kedves testvérek, múlt vasárnap láttuk Isten igéjéből, hogy a házasság nem egyszerűen emberi társulás csupán, hanem Isten alkotása. Úgy formálta Isten az embert, hogy férfivá és nővé teremtette. És mindketten kölcsönösen, szenvedélyesen vágyakoznak a másik után. Akkor elégül ki ez a vágy, ha teljes közösségre jutnak egymással. Ezen a vágyakozáson és ezen a közösségen belül van fontos szerepe a szexualitásnak. Aki innen kiragadja, az nem a helyén használja, helytelenül él, és feltétlenül visszaél vele. Ezért óv minket, és ettől óv minket Isten ezzel a 7. igével, ne paráználkodj, ne légy házasságtörő. Isten tehát ezzel a parancsal mint egy biztat arra, hogy használd a nemiségedet, de a helyén használd, mert ha nem, akkor feltétlenül megrabolod vele a partneredet, és minden ellenkező látszat ellenére megszegényíted vele önmagadat is. Említettük már a múltkor, hogy sok nyitott kérdés marad itt, illetve sok kérdés támad. Például az, hogy és ha valaki nem él házasságban, akkor mit kezdjen a nemiségével? És ha valakinek sokáig kell válnia rá, akkor mi a feladata? Majd ha Isten segít, akkor ezekre is kitérünk. Most a lényeget próbáljuk rögzíteni, amit a Szentírás nekünk házasságról és szexualitásról tanít. Ez pedig az, hogy a szexualitás egy nagy egésznek a része. Két ember egész életre szóló és teljes közösségének a része. Ezen belül van a helye, ott fontos helye van. Ezen kívül önmagában nem használható, mert feltétlenül kárt okoz. Na de vajon lehetséges-e házasságon belül megszegni a 7. igét? Mi mindenre képesek vagyunk, erre is. És nem is olyan nehéz ez, mert ez, hogy két embernek egy életre szóló, teljes közössége, ez nagyon sokat jelent. Ez maga is egy összetett dolog. Rendkívül sok elemből tevődik össze, és az ige azt tanítja, és a gyakorlat ezt igazolja, hogyha egyetlen fontos eleme hiányzik a házasságnak, már megtört az a házasság. Mik a házasság legfontosabb elemei? Minden polgári és egyházi esküben ez a két szó feltétlenül benne van, hogy szeretet és hűség. Na de ezek se egyszerű fogalmak. A szeretetnek például rendkívül sokféle megnyilvánulása van. És bizony ezekre érvényes az, hogyha valamelyik alapvetően fontos hiányzik egy házasságból, akkor az a házasság megtört házasság. Éppen ezért ma vegyük sorba azt a néhány legfontosabbat, amikkel kapcsolatban az ige is mond valamit, és amik nélkül elképzelhetetlen egy férfi és egy nő egész életre szóló teljes közössége, és így vizsgáljuk meg Isten előtt állva bűnbánattal, hogy vajon nem vétettünk-e ez ellen, az ige ellen, és nem szorulunk-e itt is az ő bűnbocsátó kegyelmére. Elnézést kérek, ha idegen szavakat is mondok, de ezek közismert
szavak lesznek, mindig ezekkel jelöljük ezeket a szeretett megnyilatkozásokat. Kívülről haladjunk befelé. Az első az, amit így szoktunk mondani, hogy szexus, szexualitás. Ez a leplezetlen nemi vágy. Ez maga a nyers ösztönerő, az, ami az állatokban is megvan, és amely feltétlenül ki akar elégülni. A szexusnak a másik, a partner arra kell, hogy kielégítse. Ilyenkor is azt szokták mondani az emberek, hogy szeretlek. De ez tulajdonképpen nem igaz. Azt kellene mondani, hogy kívánlak. Csak hát ez nem illik, meg olyan furcsa lenne, meg nem merünk őszinték lenni önmagunkhoz sem. Azt kellene mondani, hogy kívánlak, és ki akarok elégülni. Sőt, azt kellene mondani, hogy nem is feltétlenül téged kívánlak, a nemiségedet kívánom. Ez a szexualitás a maga nyerseségében. Nem feltétlenül te kell lesz, a te személyiséged mindenestől. Egy nő kell, vagy egy férfi kell. És utána már nem is fontos, hogy ki volt az illető. A Biblia nagyon nyíltan beszél ezekről a kérdésekről, és nagyon fontosnak tartja a szexualitást az emberi életben. Amikor Pál apostol a házasságról szól, azt mondja, hogy ne fosszátok meg ettől egymást, csak legfeljebb egy időre, hogy jobban ráérjetek a böjtölésre és a könyörgésre. Egy másik helyen azt olvassuk, hogy minden szempontból tisztességes a szeplőtelen házas ágy. Megvan ennek a szerepe, és megvan a maga helye. Hogyha ez hiányzik egy házasságból, az alig ha nevezhető házasságnak. Erről is szól a Szentírás. Ha tehát valaki a házastársát a szeretet megnyilvánulásnak ettől a formájától megfosztja, az is házasságtörés lehet. De ha valaki azt gondolja, hogy csak ez jelentheti két ember szövetségének a tartalmát, az is házasságtörés, mert akkor hiányzik a másiknak a teljes vállalása. Ne paráználk, hogy azt jelenti, legyen az életedben a helyén ez is mindenestől. A másik sajátos szeretet megnyilvánulás az érosz, az erosz, erotika. Ez tulajdonképpen a szexusnak a társadalom képes megjelenése. A nyers szexualitás elviselhetetlen lenne a társadalomban. Valahogy finomítottan, leplezettebben, sublimáltan kell megjelennie, így viszont bizonyos hajtóerővé válhat. Ez az a feszültség, ami azonnal megjelenik, mihelyt egy férfi és egy nő találkoznak, vagy egymáshoz érnek, akár csak véletlenül is. Ez az, ami miatt azonnal játszani kezd mind a kettő, szerepelni kezd, mutogatni kezdi, nem feltétlenül magát, de a műveltségét, az erejét, a figyelmességét, a szellemességét, elkezdődik valami játék. És ennek a társadalomban, a művészetekben, a tudományban nagyon fontos rugó szerepe lehet, sok mindenre segítheti ez az embert. A házasságban pedig egyenesen kötelező. Erosz nélkül a házasság rideg, és alig elviselhető. Ez táplálja a szexust is, ez mélyítheti még azt a másfajta szeretetet is, amiről majd később lesz szó. Viszont amilyen fontos a házasságban, annyira védenünk kell mindenki mást tőle. Veszedelmesen játszanak az emberek egymással az erosz területén. Sok tragédia ártatlan erotikus jelzésekkel indul el. A ne paráználkodjál azt is jelenti, hogy legyen a házasságodban erosz. De ne játsszál mással a társadon kívül. Ilyen nyelven se kezdj el beszélni vele. Mert erre mondja Jézus azt, hogy immár paráználkodott az ő szívében, aki asszonnyal tekint gonosz kívánságnak okáért. A harmadik, az a legáltalánosabb szeretett forma, a filosz, filantrópiáról sokat szoktak beszélni, általános ember szeretet. Talán pontosabb lenne ez barátsággal fordítani. Azt jelenti, hogy kedvelem a másikat. Jó vele beszélgetni, olyan jókat lehet agyalni vele, szokták ezt mondani. Nincs semmi különösebb érzelem kettőjük között, de valami szellemi rokonságot ismertek fel, jó a társaságában lenni. Jaj, de sok házasságból hiányzik ez. Ez nem jellegzetesen szexuális fogalom, szerelmi fogalom, de nélkülözhetetlen eleme a házasságnak. A teljes közösségnek nagyon fontos alkotó eleme. Hogy érdekeljen a másik. És hogy bizonyos lehessek abban, hogy érdekli a másikat, hogy mi van velem.
Hányszor van az, hogy már el se kezdi mondani az ember a házastársának. Úgyis minek. Úgy se figyel oda, úgy se érdekli. Valami formális, közönyös reflexió jön legjobb esetben. És milyen kevés helyen van az, hogy vele érdemes igazán megbeszélni. Milyen kevés helyen érvényesül az a szívó hatás, ami a jó házasságokban megvan, hogy kiszívják egymás gondolatait. A szó nemes értelmében, úgyhogy kerüljön napvilágra. Talán ő maga se tudja, hogy milyen jó gondolatai vannak, mert nem volt kinek elmondania. De nekem elmondja, mert kérdezem, faggatom, érdekel. Együtt folytatjuk a gondolkodást. Az egymás kölcsönös ihletése, intése, bírálata, segítsége. Ez nagyon fontos elem. Hiés Gyula írja a 7 versben, hogy kivel szeretet, szerelem, barátság, harc s eszme összefűzött valaha, úgy nézlek én, mint házastársa társát. A szenvedély elfogyhat, de soha nem az a jó kedv, kettőnk birtoka, közös kedvünk nem testi gyermeke. Vannak egy házasságban nem testi gyermekek is. Két szellem játékának a gyümölcse. És az igazi házassághoz mindez hozzátartozik. Szeretet, szerelem, barátság, harc, eszme, ami összefűz. A házastársaknak, bajtársaknak is kell lenniük. Hittestvéreknek is kell lenniük. És ez csak erősíti az összes többit is. A 7. ige ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy házasságtörés lehet az is, ha közömbös valaki a házastársával szemben. De házasságtörés lehet az is, hogyha csak a filoszra akarja fölépíteni a házasságot. Tehát ha megpróbál olyat játszani, hogy egy férfi és nő teljes kapcsolata helyett csak valamiféle barátságot valósítanak meg. Szállói Gévélet Karinti Frigyesnek az a mondata, hogy lehetséges-e barátság férfi és nő között, és ha igen, miért nem? Nem lehetséges. Előbb-utóbb az már nem barátság. Nem az az igazi barátság. És a házasságot semmiképpen nem pótolhatja egy ilyen barátság. Lehet, hogy az egyik azt akarja, hogy legyél a barátom. De biztos, hogy a másik is csak azt akarja? Nem valami többre vágyik, nagyon egészséges módon? És megfosztom valami többtől, és megkötözöm? Ugyanaz az önzés van a mélyén, mint minden szexusnak. Hogy élvezni akarok, birtokolni akarok, egy barátot akarok. Kell a barátság, de kevés ahhoz, hogy teljes kapcsolat legyen. És itt már mélyebb rétegekbe jutunk. A 4., amit mondok, egy bibliai görög szó, az agapé. Amikor az Új Szövetség Isten szeretetéről beszél, mindig ezt a szót használja. És amikor a hívő keresztény embernek a másik iránti szeretetéről szól, akkor is ezt a szót olvassuk. Az agapé. Ez is szeretet, de más az iránya. Az összes eddigi magam felé irányult. Én ki akarok elégülni, én vágyom a gyengétségre, nekem kell egy barát, esetleg hajlandó vagyok azt az árat megfizetni, hogy akkor én is ugyanezt a másiknak megadom, de én vagyok a fontos. Az agapé szeretete az jellemző, hogy a másikat célozza meg. A másikat akarja szeretni. Mégpedig mindenestől, nem csak ezt vagy azt benne, őt magát. Amikor Isten irántunk való szeretetéről van szó, soha nincs ott megszólítás, hogy ezt vagy azt szereti benne. Vagy ebben és abban az esetben szeret minket. Ő feltétel nélkül, minket megelőzően, mindenestül szeret minket. Csak ugyanúgy, ahogy az ének mondja, amint vagyok sok bűn alatt, hogy aztán ne maradjak sok bűn alatt. Isten nem azt mondja, hogy szeretlek, ha megváltozol, hanem azt mondja, hogy szeretlek, hogy megváltozz. Szükséged van a szeretetemre, ezért szeretlek. Minden különösebb ok nélkül. Ez az egyetlen oka. És ennek az agapé szeretetnek az a jellemvonása, hogy adni akar, ajándékozni. Nem vár és elvár a másiktól, nem követel. Önmagát is odaadja, áldozatot is szívesen hoz a másikért. Bármiről lemond a másikért. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És aki az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk.
Ez az agapénak a jellemzője. Adni, ajándékozni mindent a másiknak. Feltétel nélkül. Nem birtokolni és élvezni, hanem őt meggazdagítani és boldoggá tenni. Szeretem a másikat miért? Azért, mert ő a párom. Mert Istentől kaptam ajándékba, ahogy a múlt vasárnapi igében hallottuk. És ez elég arra, hogy szeressem. Akkor is, ha nem szeretetre méltó. Akkor is. Akkor is, ha esetleg ő már nem szeret engem, vagy azt állítja, hogy nem szeret engem. Akkor is. Nem ettől függ az agapé. Az agapé attól függ, hogy neki szüksége van rá. És azt adom mindig neki, amire szüksége van. Nem azt, amim éppen van, hanem amire szüksége van. Ezért nem agapé soha az erőszakos szeretet. A múltkor mondotta valaki egyik rokonáról, hogy csak ne szeretne már annyira. Mert mindig valami olyat akar adni, amire nincs szüksége a másiknak. De ő el akarja hitetni a világgal, hogy ő szereti. A szeretet tudja, hogy mire van szüksége a másiknak, és tudja azt adni, mert gazdag, mert van neki. Ez a szeretet nem velünk született tulajdonság. Ez nem jellemző az emberi nemre úgy általában. Ez csak Istentől lehet elfogadni. Aki engedi, hogy szeresse őt Isten, azt tud valamit ebből továbbadni másoknak. De akkor az már felülről való, és ilyenfajta szeretet lesz. Isten szeretetére ez jellemző, mivel hogy Isten maga a szeretet. Az Isten agapé. Ez Jánosnak a definíciója. Isten maga a szeretet. És végül ötödiknek hadd említsem meg a házasság nélkülözhetetlen összetevőjeként a hűséget. Kevesen gondolják, hogy a hűség is a szeretetnek egy formája. A hűség az az eltökélt szeretet. A hűség olyan döntés, amit az ember önmaga előtt sem korrigálhat többé, és nem is óhajt módosítani. A hűség az eltökélt szeretet, amikor ragaszkodik valaki ahhoz, akivel egyszer egy egész életre szóló és teljes közösségre lépett. És ez a döntés szabadítja fel az embert arra, hogy minden körülmények között, ha kell, mindennek ellenére szeresse a másikat. Akkor is, ha attól a másiktól már nem kap szexust. Akkor is, ha nem kap tőle éroszt. Akkor is, ha már jó barátságról sem lehet szó. Akármi miatt, valami súlyos betegség, vagy más miatt. Nem függ ettől, mindettől szabad. Akkor is, ha a másik hűtlen lesz. Akkor is. Ha mi hűtlenkedünk, ő hű marad, mert magát meg nem tagadja. Csak az a magatartás érdemli meg a hűséget, amelyik még ezt is vállalja és kibírja. Van a Bibliában egy egész könyv, amelyik erről szól. Arról, hogy Isten hogy marad hű az ő hűtlen népéhez, amelyet sokszor paráznának nevez, mert bálványok után futkos, és arról, hogy hogy kell ezt példázni a saját életével, Isten egyik szolgájának, Hóseásnak, és hogy kell neki hűségesnek maradnia sokszorosan hűtlen feleségéhez. Hogy lásson a nép emberi vetületben is valami hűséget. Itt adunk aztán igazat Pál apostolnak, hogy felette nagy titok ez. És akik ezekben a mély rétegekben járatlanok, vagy ide nem is akarnak alászállni, azok számára mindvégig érthetetlen titok marad. A házasságnak a titka. Azok házasodnak és férhez mennek és nősülnek úgy, hogy nem tudják, hogy mit cselekszenek, ahogy ez ige mondja. Ezt olvassuk tehát, hogy kell a szexus, az erosz, a barátság, az agapé, és ez a fajta hűség. És ráadásul mind az öt egyszerre. Nyilván a hangsúly áthelyeződik hol ide, hol oda. Egy házasság elején a szexuson van a legnagyobb hangsúly, aztán hamar kiderül, hogy nem az a legfontosabb. Olyan ez, olyan a házasság, mint egy fa, ha itt most ábrázolni tudnánk, amely fán a levelek, a szexus,
az ágak, az éosz, a törzse, a filosz, a gyökerek, az agapé szeretet, és a hajszál gyökerek, a hűség. És látszata a felszínen nem sokban különbözik egyik fa a másiktól. Egyik házassága másiktól. Hívő emberek házassága és nem hívők házassága. De ott a láthatatlan régiókban óriási különbségek lehetnek. Hogy milyen a gyökérzet, hogy egyáltalán mibe gyökerezik egy fa. Áldott az a férfi, mondja Jeremiás, aki az Úrba helyezi bizalmát, mert olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha aszály következik, és a szárasságban is zöld marad, sőt a gyümölcsözéstől sem szűnik meg. A hajszál gyökereken át táplálkozik a fa, és a gyökérzet biztosítja a stabilitását. Az a sok labilis házasság, amit látunk, amiatt van, hogy nincs gyökérzet, vagy silány a gyökérzet. A felszín alatt szaladnak végig a gyökerek. Nincs tartása, nem viharálló a házasság. Amikor Isten minket arra biztat, hogy egymást szeressük, amikor Jézus azt mondja, hogy ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Akkor azt mondja, hogy mélyre eresztétek a gyökereket. Jó talajba lehet erős gyökereket ereszteni. És kibír, túlél mindent az ilyen szövetség, az ilyen házasság. Jöhetnek a viharok. Ugyanúgy megtépázzák, mint a többit. De ez viharálló. Istenben gyökerezni, a vele való közösségbe gyökerezni. Ezt így is mondhatnánk, hogy benne hinni. És most már hadd áruljam el azt is, hogy az új szövetségnek nincs külön szava a hitre és a hűségre. Ugyanaz a szó fejezi ki mind a kettőt. Néha gondot is jelent, hogy most mivel kell fordítani. Hűség és hit ugyanazt jelenti. Akkor leszek minden körülmények között hűséges a páromhoz, ha erősen hiszek Istenben. Itt függ össze a dolog. Akkor lesznek erős gyökerek. És akkor könnyebb lesz megvalósítani, hogy mindez együtt meglegyen. És mindig azon legyen a hangsúly, amin kell, hogy legyen. És akkor nem fogunk csodálkozni az olyasmin, amin valaki egyszer nagyon csodálkozott, és el is mesélte, hogy meglátogatta egy munkatársát, és ott annak az otthonában derült ki, hogy évek óta bénán fekszik a felesége, és tulajdonképpen ő a férfi vezeti az egész háztartást, és ápolja a beteget, és tart rendben mindent. Ki hitte volna erről a jókedvű és jó szakemberről, hogy milyen terhet hordoz, és amikor a búcsúzkodásnál elkezdett csodálkozni a vendég, és úgy óvatosan megkérdezte, hogy hát hogy bírod, és hát nem gondoltál arra, hogy hát valaki más is végezhetné ezt, és hát neked még az élet előtted van, akkor ez a másik csodálkozva csak ennyit kérdezett, hogy de hiszen a feleségem. Nos, így fordul meg a dolog. Az elején az van, hogy mivel megtetszett, mivel kívánom, legyen a párom. És mikor a párom lett, az erő áramlás megfordulhat. Mivel a párom? Hordozom, vállalom, ha kell, elszenvedem, mert szeretni egymást néha azt jelenti, hogy elszenvedni egymást szeretetben. És ez egyáltalán nem olyan borzasztó, ha vannak gyökerek, és ha Istenben gyökerezik egy élet. Enélkül mindenki csak arra képes, hogy maga körül forog, még a házasságában is, nekem kell, én várom, te add meg, és így magára marad. És a két ember is magára marad, mint házaspár. Azért olvastam fel a Biblia elejéről ezt a történetet, mert a bűneset után ez volt az ember első szörnyű élménye, hogy milyen rossz egyedül. Pedig ketten voltak. De miért voltak egyedül? Meghallották Isten szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és elbújt az ember és az ő felesége Isten elől. Ketten voltak, és mégis egyedül, mert elbújtak az Isten elől. És aki Isten elől bújik, az a pokolba menekül. Az Isten nélküli állapot az a pokol. Jézus Krisztus azt az örömhírt hirdette meg, hogy a rejtőző ember előléphet, nem kell tartania Istentől, atyával találja magát szemben,
van számára bocsánat, vissza lehet menni. Igaz, hogy csak Jézus által, senki sem mehet az atyához, csak én általam, mondja ő, de ő általa lehet. Én meg vagyok győződve arról, hogy minden olyan válságnak, ami miatt házasságok szenvednek, s emberek kínlódnak, az a váltsága megoldása, amit Jézus Krisztusban kaptunk. Ő tudja megmutatni a kiutat, a leglehetetlenebb helyzetből is. Mutat kiutat, ma is, itt is, nekünk is. Brunner Emil, aki évtizedekig az elkölcstan professzora volt egy svájci teológián, ő írja egy könyvében, hogy minden házasság permanens válságban van. És a jó barátja volt annak a másik teológusnak, aki egy ilyen tanulmányt írt, hogy a tökéletlen házasság dicsérete. És ezt a tanulmányt válaszként írta egy Hollandiában megjelent könyvre, ami még a 30-as években jelent meg, és ez volt a címe, a tökéletes házasság. És ez a könyv arról szól, hogy most már annyira járatosak vagyunk a lélektan tudományában, hogy ismerjük a törvényszerűségeket, no azokat kell betartani, és minden házasság tökéletes lesz. És ez az alázatos svájci keresztjén azt írja a tanulmányában, hogy minden házasság csak tökéletlen lehet, mivel hogy két tökéletlen ember köti. De éppen minket ügyefogyott, tökéletlen, a szeretetre tökéletesen képtelen embereket váltott meg Jézus Krisztus, és tanít meg egymást szeretni. Nem a másikban is önmagunkat, mint ahogy a legtöbb édesanyja a gyermekét szereti. Nem csak önmagunkat, mint amire a szexus hajszol mindenkit, hanem a másikat, egymást, tiszta szívből és buzgón, ahogy Péter írja a levelében. Ehhez kell Jézus Krisztusnak a szeretete, az ereje, és ehhez kell kiszolgáltatnunk magunkat őneki, és akkor megtanuljuk azt a két titkot, aminélkül nem lehet boldog házasságot élni, hogy egymást úgy szeressük, ahogy ő szeretett minket, és hogy készek legyünk mindig bármit megbocsátani a másiknak, mivel hogy mi is abból élünk, hogy ő kész naponta újra megbocsátani a mi vétkeinket. Erre is gondolva énekeljük ezt a jól ismert énekverset. Szeretetben összeforva egy közös test tagjai, tudjuk egymásért harcolva, ha kell vérünk ontani. Úgy szerette földi nyáját, s halt meg értünk, jó urunk, fájna néki, látva minket, hogy szeretni nem tudunk. Istenünk, nem csak neked fáj az, hogy szeretni nem tudunk, emiatt szenvedünk mi is, csak nem merjük bevallani magunknak, hogy magunk vagyunk az oka saját boldogtalanságunknak. Nem merjük számba venni a bilincseinket, amik megkötöznek, és kényszerű módon rá kényszerítenek arra, hogy magunkat szeressük. Úgy szeretnénk felszabadulni, a másikat szeretni, a párunkat, meg azokat, akiket ránk bíztál, meg egymást, meg mindenkit, még az ellenségeinket is, és olyan képtelen gondolatnak tűnnek ezek sokszor a számunkra. Űzés hajt bennünket, a testünk, a kívánságunk, a vágyaink, sodoródunk egy világszellemmel, korszellemmel, közvéleménnyel, és csak annyira telik, amennyi bennünk van. És ez olyan kevés. Köszönjük, hogy te kínálod most mindannyiunknak ezt a győzedelmes szeretetet. Azt a szeretetet, amelyik szabaddá tesz önmagunktól a másik számára. Azt a szeretetet, amellyel olyat is tudnánk adni egymásnak, ami nem belőlünk való, ami mennyei, örökké való, tőled származó kincs. Tulajdonképpen nem is értjük, hogy miért nem fogadjuk mi ezt el nagyobb örömmel tőled. Szeretnénk magunkat jobban kiszolgáltatni a te szeretetednek. Járjon át minket, tisztítson meg, szenteljen meg, üzzön ki belőlünk mindent, ami sötétség, ami önzés, ami hazugság. Segíts minket igazságban és világosságban járni. Hadd, hogy eljussunk oda, hogy
mi nem tudjuk igazán szeretni egymást. De fölismerjük, hogy te szeretsz minket. És a te szereteted áradjon bele ebbe a világba, a környezetünkbe, a házasságunkba, rajtunk keresztül. Köszönjük, hogy te hű vagy hozzánk, akkor is, amikor hűtlenkedünk. Taníts meg minket is erre. Add, hogy épek legyenek a gyökereink, hogy benned gyökerezzék az életünk, hogy legyen nekünk élő, igazi közösségünk veled, és ettől jöjjön rendbe minden egyéb emberi közösségünk, ami talán már el is romlott. Így kérjük a te szabadító kegyelmedet elromlott házasságokra, olyan kapcsolatokra, amik megérdemlik ezt a jelzőt, hogy pokol. Jelenjen ott meg valami a mennyek országából, belőled. Úrunk Jézus Krisztus. Amen.